Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és Székely Andrással fogok beszélgetni, aki a Nógrád megyei Berkenyén induló kutyapártos képviselőjelöltként az idei önkormányzati választáson. Szia András! Szia Dávid, köszönöm a meghívást, és szép napot a hallgatóknak! Kezdjük azzal, hogy Berkenye leggyakrabban talán az amúgy tényleg csodás vérszív a fasorról készült képekkel szerepel a hírekben, tudtommal, de cáfolj meg, hogyha nem így van, és mit érdemes tudni ezen kívül a faluról? A hír igaz, a vérszív a fasor tekintetében mindenképpen, ez most rendkívül aktuális is, mert éppen most virágoznak, úgyhogy elég komoly látogatottságunk van ezekben a napokban, meg ezeken a hétvégeken. Egyébként a településről mit kell tudni? Szerintem Nógrád megye egyik legszebb települése, viszonylag rendezett a helyzetünk, stabilak vagyunk, jó a közösségünk, és mivel ez az egyik legszebb és legjobb falu szerintem a világon, ezért éppen ezért elég nehéz kutyapártosnak lenni itt. Mert itt úgy érted, hogy nehéz még jobbá tenni? Igen, mert hogy nehéz azt mondani, hogy mi a rossz, meg mi az, amin változtatni kellene, és nem csak azért, mert tényleg jó, hanem van egy speciális helyzetem, mert hogy én jelenleg is képviselő vagyok, sőt a település alpolgármestere is, és ebből fakadóan, hogyha bármilyen kritikát fogalmazok meg, azt leginkább magammal szemben teszem. Igen, erre később térjünk majd vissza inkább, mert erre külön rá akartam kérdezni, hogy miért kutyapártos színekben indulsz. Most még kicsit arról beszél, hogy miért költöztél te oda. És mióta élsz ott? Családommal most már 19 éve lakom Berkenyén, és hogy miért költöztünk ide? Azért, mert amikor lakást kerestünk, és váltani szerettünk volna Budapestről, nézegettünk sok helyen az agglomerációban, megfizethető, meg szép helyet, és egyrészt ez megfizethető is volt akkoriban, másrészt meg annyira szép volt, hogy azonnal megfogott minket. Ez egy több mint 300 éves sváb település, nagyon szép hagyományokkal, és tényleg egy nagyon rendezett falu. Szerintem bárki, aki eljön oda, az azonnal beleszeret. És mi is így tettünk, és azóta is ezt tart ez a szerelem. És budapesti élet után mennyire volt könnyű beilleszkednetek és felvennetek a falusi ritmust? Szempont is volt, hogy egy kicsit lassabb ritmushoz tudjunk szokni, fölvenni pedig nagyon könnyű volt, mert rendkívül befogadóak voltak az itt lakók, könnyen elfogadtak minket, mindgyüttmenteket, nyilván ez a státusz örökre megmarad mindenkinek, aki beköltözik, de ettől függetlenül részben a gyerekek miatt is, de azt gondolom, hogy nagyon jól befogadtak minket, és azt gondolom, be is tudtunk érezkedni. Ahogy említetted is, 2019 óta alpolgármester vagy a faluban. Hogyan kerültél ebbe a pozícióba? Ahol lakunk, az egy korábbi nagyobb fejlesztési beruházásnak az eredményeképp létrejött új településrész, ahol jó magyar szokás szerint a vállalkozó félbehagyta az egészet, és nagyrészt félbe is hagyta az infrastruktúrát, és ezért kellett csinálnunk önerős beruházásból egy víziközmű társulatot, aminek a keretében megoldottuk a csatorna és vízhelyzetet, és ennek voltam annak idején a részese, és így megtetszett az, hogy lehet valamit tenni együtt a közösségért. Egyébként is a gyerekeken keresztül be tudtunk kapcsolódni a közösségi létbe, és aztán jött az ötlet, hogy a választásokon megpróbálok elindulni, bár kevesen ismertek, de jó ötletnek tűnt, hogy egy jó csapattal együtt lehet tenni valamit a település fejlődéséért, és a saját tudásom, meg a saját képességeimet valamilyen módon kamatoztatni itt, és gyakorlatilag ezen ügyködöm most már 5 éve. Alapvetően alpolgármesterként szervezési, pénzügyi dolgokban, szerződéseknek az átnézésében közreműködöm, és talán ezzel tudok hozzátenni egy kicsit a közösséghez. És mit sikerült elérned leginkább az elmúlt 4,5 évben? Mi az, amire azt mondod, hogy büszke vagy azért megérte belevágni? Amik saját előterjesztéseim voltak, azok alapvetően az élhetőséget szolgálták, és szerencsére ebben partner volt a polgármester is, meg a képviselőtestület. Zöld hulladék elszállítással kapcsolatban voltak javaslatok, sebességkorlátozás, amire egyébként akciót is sikerült aztán szervezni, az avarégetés betiltása, tehát általában olyasmivel próbálkozom, és olyasmikkel foglalkozom, amik az élhetőséget javítják. Egyébként itt viszonylag kevés vita van, mert alapvető együttműködésben tudunk dolgozni, és a meghatározott éves célok mentén egyszerűen csak haladni kell előre. Itt ugye külön szerencse, hogy nincsenek frakciók, nincsenek bizottságok, gyakorlatilag a képviselőtestület az, ami a lakossággal együttműködve tudja működtetni a települést. Mennyire szélmaromharc egy kis települési önkormányzatban dolgozni, pláne pénzügyi területen?
akadnak ebből problémák a mindennapok során? Ebből a szempontból is szerencsés a helyzetünk, mert a pénzügyi helyzetünk, a finanszírozásunk stabil, másrészt pedig a településnek az adóerőképessége viszonylag magas, és ebből fakadóan az állami finanszírozáson kívül vannak olyan saját bevételeink, amiből képesek vagyunk minden évben, ha nem is milliárdos összegekben, de a magunk erejéhez mérten kisebb beruházásokra, kisebb fejlesztésekre, a település szépítésére, utakjavítására, vagy bármire, ami éppen szükséges. Úgyhogy bár azért számolgatni kell, és a tavalyi év ebből a szempontból különösen kritikus volt, mert a szolidaritási adó keretében elvontak tőlünk 10 millió forintot, ami azért egy 150 milliós éves költségvetésben fájdalmas, de eddig minden évben sikerült pozitívan kihoznunk az éves működési kereteinket, úgyhogy ez azt gondolom, hogy jól működik. Mondasz néhány fejlesztést, ami az elmúlt 5 évben megvalósult? Igen, egyrészt sikerült fejlesztési pályázati forrásokhoz is jutni, ebből tudtunk bölcsődét építeni, ebből tudtunk utakat építeni, a saját forrásokból alapvetően a közösségi terek fejlesztésére tudunk költeni, felújítottuk a sportcsarnokunkat, mondjuk inkább a kisebb sporttermünket, tornatermünket, amit bárki tud használni, sportolási célra természetesen, és a közösségi létesítményeknek, az önkormányzat létesítményeinknek a fűtésrendszerének a korszerűsítésére tudtunk még viszonylag sokat költeni. Mennyire összetartott helyben a közösség? Mondhatjuk, hogy ez egy ilyen tipikus mindenki ismer mindenkit falu. A település egy része alapvetően igen, van egy nagyon jó, erős, kemény mag, akik tényleg igazi közösségként működnek együtt. Évente több mint 20 rendezvényünk van, és ezek rendre nagyrészt saját erőből, saját szervezésből rendkívül sok közösségi együttműködéssel jönnek létre, és van a településünk fejlődik is, ebből fakadóan rengeteg az új beköltöző, még és ezt gyakorlatilag folyamatosan tart mai napig is. Őket pedig megpróbáljuk minél többször ezekbe bevonni a rendezvényeken keresztül alapvetően, de rengeteg olyan közösségi tevékenység van, ott tényleg klasszikus értelmebe társadalmi munkában dolgozunk, akár az zöldterületek karbantartása, a temető rendbetétele, ünnepek előtt a falu feldíszítés, ezek mind-mind működnek. Hogyan indult a kapcsolatod a kutyapárttal, hogyan találkoztál a párt tevékenységével, és hogy jött az ötleted, hogy a második ciklusodra kutyapártos színekben szeretnél indulni? Én azt gondolom, alapvetően úgy találkoztam a kutyapárttal, mint a legtöbb ember. A közösségi aktivitásokat vettem észre, akár a vicces figyelemfelhívó akciókat, a street art tevékenységet, közösségi tevékenységeket, és a tavaly év elején találkoztam az önkormányzati képviselőképzéssel, mint lehetőséggel, és azt gondoltam, hogy annak ellenére, hogy akkor már több mint 3 éve voltam képviselő, van mit tanulni ebből, és ebben, amit Gergő szokott erről mondani, ez nagyon igaz, hogy ez nem úgy működik, hogy valaki belül egy képviselőtestületbe is rögtön tudja a dolgát, ez tényleg olyasmi, amit tanulni kell és tanítani kell, és ez nagyon hasznos volt számomra is, és ezen keresztül aztán eljöttem arra, hogy egy csomó minden, amit mi kicsiben csinálunk a településen, meg amit én gondolok általában a közösségi létről, az pont olyan, mint amit ti is csináltok itt a kutyapártban, és ekkor jött az ötlet, hogy ha már részt veszek a képzésen, akkor megpróbálok én is valami még hasznosabb fogaskerek eleme lenni ennek az egésznek, és akkor kértem azt, hogy hadd lehessek én a kutyapártos képviselőjelölt, és szerencsére ez össze is jött. Akkor végül is mondhatjuk azt helytálló, hogy ő hiába vagy már gyakorlatilag 4,5 éve a testület tagja, így a képzés során csomó új dolgot tanultál, amit így a gyakorlati munka során is tudtál hasznosítani? Kifejezetten igen. A képzésen belül voltak olyan elemek, amikről magamtól nem is hallottam, vagy azért, mert nem fordult elő a munkánk során, vagy azért, mert egy kis településen ez nem feltétlenül igaz. Mondok egy példát, a közösségi költségvetés, ez olyasmi részvételi költségvetés, amit például szeretnék is bevezetni, és szeretném, hogyha ezzel tudnánk együtt dolgozni. A falvak általában nem számítanak az MKKP főbázisának, így finoman szólva, hogyan fogadták a helyiek, hogy ezúttal a mi jelöltünk leszel? Még tesztelem egyelőre azt, hogy mit szólnak hozzá. Voltak pozitív visszajelzések is. Én azt gondolom, a kampány során fog ez igazán kiderülni. Én abban bízom, hogy mint általában a közösségi tevékenység, erre is vevők lesznek az emberek. Arra is számítok, hogy lesz olyan, és hallottam is, akinek ez nem feltétlenül tetszett, de ennek azt gondolom az ok, hogy mindenki azt hiszi, hogy ez egy klasszikus értelemben vett párt, miközben én azt gondolom, hogy ez nem így van, mert hogy ebben az értelemben sokkal inkább egy közösség és egy közösségért cselekvő csapat. Milyen terveid vannak arra nézve, hogy mondjuk ezt minél többekben tudatosítsad a választásig? Tervezel esetleg akciókat helyben, vagy tervezel el közös eseményeket a párt vezetőségével, mondjuk lecsábítani őket Berkenyére, hogyan tudatosítanád a helyiekben, hogy miről van szó? Akciókkal, minél több beszélgetéssel és minél több személyes beszélgetéssel, szerintem ez az elsődleges. Én azt látom, hogy ez működik. Ahogy
általában ez egy kis településen is így van, az emberek beszélgetnek egymással, én is igyekszem sokakkal beszélgetni, de ebben biztos, hogy fejlődni kell nekem is. Szeretnék szervezni olyan lehetőségeket, amikor velem nem csak mint meglévő képviselő, hanem mint képviselőjelöltel is tudnak beszélgetni, akár úgy is, hogy megszólítanak az utcán, akár úgy, hogy egy-két akció keretében megpróbálok majd olyan figyelemfelhívó kezdeményezésekkel élni, amik meg tudják találni a hangot, és meg tudják találni az érdeklődést az emberekben, az ott lakókban. Országosan mik azok a kutyapártos akciók, amik a legjobban tetszettek neked, és amiket adott esetben szívesen átültetnél helyben is? Mivel nálunk alapvetően rendezett az infrastruktúra, nekem legjobban természetesen a mindenféle street artos dolgok tetszenek, hiszen azok egyrészt kreatívak, meg látványosak is. Nálunk erre viszonylag kevesebb a lehetőség, nem csak azért, mert rendezett, hanem egy kis területen azért ez viszonylag kevésbé működik, de azt gondolom, hogy az, hogy együtt csinálni valamit, az, hogy a rendezvényeken közösen részt venni, és azok keretében működni, ez azt gondolom eszköz lehet és működhet. Kiraktál január vagy talán február végén egy veszélyes gyerekek táblát forgalom csillapítási céllal a faluban. Ugye ez a tábla, ami országszerte elég sok helyen felbukkant már így kutyapártos akciók keretében, viszont mégis valamiért itt lett nagyobb hírverés, a Hír TV is kiszúrta magának, és megkeresett téged, és nem annyira baráti stílusban felkérdeztek, hogy mégis erre mi szükség volt. Ő szerinted kiszólhatott nekik róla, és mi lehetett a motivációja? Őszintén szóval fogalmam sincs, nem is nagyon kutattam utána, de azt kell, hogy mondjam, meg kell, hogy köszönjem neki, hiszen ekkora hírverést ritkán kap egy kezdő képviselőjelölt. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy a cél az jó volt, és valószínűleg ezen fogok is tovább mozogni ezen a vonalon, hiszen pont az óvoda előtt, ahol egyébként 40 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, egyébként ez a falu egész területére igaz, illetve vannak olyan lakópihenővezetek, ahol 20-szal lehetne menni, ezt sajnos sokan nem tartják be. Én azt gondolom, hogy óvod előtt szágúdozni egyébként sem feltétlenül egy jó gondolat. Remélem, hogy ezek a figyelemfelhívó akciók, akár a táblák, akár még néhány tervem van ezzel kapcsolatban, azok segítenek majd ezt egy kicsit helyre tenni, és azt gondolom, hogy ez egy jó beszélgetési alap lehet majd a kampány során is, hogy erről beszélgessek szülőkkel, ott lakókkal, hogy ki mit gondol erről. Mik a terveid a következő ciklusra? Szívesen folytatnád alpolgármesterként is, és ha igen, akkor mondjuk mi az a programodból, ami adott esetben eddig nem valósult meg, és átvinnéd, és mi az, amit mondjuk új ötletként most találtál ki? Ha lesz rá felkérés és lesz rá lehetőség, azt gondolom szívesen folytatnám, bár azt hozzá kell tenni, hogy ez azért meglehetősen sok munkával jár, meg időbeni elköteleződéssel, de ha eddig működött, akkor ezután is fog. Amiben biztos, hogy szeretnék fejlődni, és amit eddig nem sikerült megvalósítani, az az, hogy sokkal több kommunikációs fórum legyen az ott lakókkal. Van ugyan falugyűlés természetesen, akár csak a híres kabaréban, van minden évben közmeghallgatás, igyekszünk is kommunikálni, van helyi újság, amin keresztül próbálunk információkat adni az embereknek, de azt gondolom, hogy ennél többet lehetne tenni, és ezzel biztos, hogy kell előrelépni. A másik, amit említettem már, a részvételi költségvetés, ezt mindenképpen szeretném bevezetni, és nagyon jó lenne, hogyha és egy kicsit tanulva az ilyen nagyobb közösségi megmozdulásokból minél több embert bevonni a közügyekbe, ne csak az legyen, hogy a képviselőtestület havonta ülésezik, és mi visszük előre a dolgokat. Szeretném, hogyha az embereket nem csak akkor tudnánk megszólítani, amikor valami gond van, és ezért jeleznek, hanem akkor is, amikor egyszerűen csak tervezni kell a következő évet, vagy az életünket. És ami ebben az egyik eszközöm lenne, az, hogy egy hosszú távú stratégiai fejlesztési település terv létrejöjjön, amit mindenképpen szeretnék megvalósítani a következő ciklusban, amiben viszont mindenkinek kell, hogy legyen beleszólása. Tehát az nem egy képviselői munka, az nem egy önkormányzat munkája, hanem az mindenkinek a munkája kellene, hogy legyen. És hogy látod, sikerülhet bevonni ebbe, hogy az emberek akár egészét, mert nyilván mindenhol vannak olyanok, akiket nem érdekel egyáltalán a politika, gondolom kis településen még többen vannak talán, mint egy nagyvárosban. Mekkora esélyt látsz erre, hogy egy ilyen terv tényleg megvalósulhat széles körül bevonással? A politikát sokszor szitokszónak gondoljuk, miközben ha egyszerűen csak a magyar fordítását nézzük, az eredeti szónak az a közélet, az valójában mi vagyunk. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy vannak ilyenek, akiket ez egyáltalán nem érdekel, és csak azért laknak ott, mert egy szép település, de látva azt, hogy egyre több ember jelenik meg a rendezvényeken, egyre több embert tudunk ezekre meginvitálni, én bízom abban, hogy fog ez működni, és megtaláljuk azokat a témákat, ami mindenkit érdekel. Ahogy látom, a kutyapártban is itt a különféle tevékenységi csoportok, különböző érdeklődési körök mentén működőképesek, és ugyanígy ezt kicsiben is valószínűleg meg lehet csinálni, csak le kell skálázni.
Milyen kampányt tervezed? Erről már beszéltél röviden, de hogy mondjuk mondjál egy vagy kettő konkrét akciót vagy kampányeseményt, amit szeretnél megvalósítani a választásig hátralévő időszakban. Hát az egyik nagy ötletem az a Berkényei űrkikötő központ, ami biztosan viccesnek hangzik, de azért tudok emellé komoly dolgokat is tenni. Én úgy nőttem föl, hogy volt magyar űrhajósunk, és most vannak újra űrhajósaink, van űrhajózásügyi miniszteri biztosunk. Szerintem nem olyan nagy álom az, hogy egy kis településnek is legyen űrkikötő központja. Az, hogy ez pontosan mit jelent, meg hol lesz, azt majd kitaláljuk. De komolyra fordítva, én azt gondolom, hogy szeretnék egy-két olyan eseményt, olyan beszélgetéseket, nyílt beszélgetéseket, ahol lehet beszélgetni az emberekkel. A kampányban nem feltétlenül arról szólna, hogy mit ellen akarunk felszólalni, hanem hogy mit szeretnénk csinálni, mi az, amit együtt tudunk csinálni. Úgyhogy én valószínűleg erre fogom helyezni a hangsúlyt, és e köré szeretném szervezni azt az aktivitást, ami ebben az időszakban előttünk áll. Köszi szépen, hogy eljöttél és válaszoltál a kérdésekre. Köszönöm. És hajrá a kampányhoz. Köszönöm a meghívást, legyen minden jobb.